Sziasztok, én Peti vagyok, és ma a Karbomorfózis című magyar fejlesztésű társasjátékot fogom bemutatni. A Karbomorfózisban bizonyos szénalapú elemek átalakulásának leszünk tanúi. Erre épül az egész játék, ami különleges dinamikát kölcsönöz majd neki. A rácsalapú mozgásmechanika miatt pedig az első játék, ami eszembe jutott róla, az a sakk volt, nem is véletlenül, de annak ellenére, hogy azért van bennük hasonlóság, szerintem sokkal több a különbség is, ezt majd később kifejtem. A játék előkészítése után válasszunk kezdőjátékost. A saját fordulónkban mindenképp kötelező lesz mozgatnunk pontosan egy bábunkat, ezt vagy egy lépéssel, vagy egy ütéssel tudjuk majd elérni. Hogyha először lépni szeretnénk, akkor két dolgot kell figyelembe vennünk. Először is azt, hogy az adott bábunk, amivel majd mozogni szeretnénk, milyen típusú, ezáltal mennyit és hogyan léphet, a másik pedig a táblánk, mert nem mindegy, hogy hová fogunk érkezni ezzel a bábúval. Itt most röviden felsorolom ezeket a különböző bábú típusokat. A szén például csak egyet léphet, és csak egyenes vonalon haladva, ezzel szemben a grafit csak átlóban léphet, viszont ekkor bármennyit egyszerre. A gyémánt pedig bármilyen irányba, tehát egyenes és átlós vonalon haladva is léphet, ekkor is bármennyit egyszerre. A lapkákon Piktogrammok segítenek majd megértenünk mind a lépések, mind az ütések szabályait. A kis lábnyomok a lépések lehetséges irányát jelzik, míg a kis kardikonok az ütések lehetséges irányait mutatják meg. Ütni például a szén csak átlós irányba tud, a grafit csak egyenes vonalban, míg a gyémánt bármerre tud ütni. Ahogy említettem már ez az átalakulások játéka, ezért lépés a pályára is figyelnünk kell majd, nem csak a bábunkra. A pályán különböző ikonok jelzik azt, hogy mi történhet egy bábunkkal, hogyha arra az adott mezőre érkezik. A kör jelzi a szenet, a négyzet a grafitot, a háromszög pedig a gyémántot, és mindig belülről kifelé történik egy átalakulás. Tehát a belső, kisebb ikon mutatja meg azt, hogy mi, a nagyobb, külső ikon pedig azt, hogy mivé fog majd alakulni. Tehát ide lépve például a szén grafittá alakulát. Ha viszont már alapból egy grafittal léptünk volna ide, az nem alakult volna visszaszénni. Az átalakulásokat minden esetben kötelező végrehajtani. Akkor is, hogyha léptünk, és akkor is, hogyha egy ütést vittünk be, és amiatt kell áthelyeznünk egy bábunkat. Ütni kétféle módon tudunk majd. Vagy a lépésünk után, vagy előtte, de ez utóbbi esetben az ütés után már nem léphetünk. Ahhoz, hogy ütni tudjunk, mindenképp figyelembe kell vennünk a bábunkat, hiszen nem mindegy, hogy hogyan tud ütni az adott típus. Illetve mindenképp szomszédos mezőn kell állnunk az ellenfél bábúja mellett, ez akár átlósan is történhet. Ezeken felül pedig a fordulónkban csak egyetlen egy ütést hajthatunk végre. Sikeres ütés után pedig vegyük le az ellenfél bábuját a tábláról, tegyük a sajátunkat a helyére, és ne felejtsük el végrehajtani az esetleges átalakulást. Ha pedig egy játékos levette az ellenfele összes bábúját, akkor megnyerte a játékot. Lehetőségünk van egyébként 8 helyett 7, vagy akár 6 bábúval kezdeni a játékot, ráadásul nem feltétlenül a pálya két szélső sorában, hanem a bábukat felváltva, lerakosgatva, tetszőleges pozíciókból indítva azokat. Őszintén szóval kicsit kettős érzés volt bennem, amikor a játék fejlesztője, Gócán Tóth a megkeresett azzal, hogy bemutatná e a játékát. Egyrészt mindig öröm magyar fejlesztési darabokat bemutatni, másrészt viszont Egyáltalán nem vonzódom az ennyire lépésmechanikán alapuló absztrakt játékokhoz. Viszont a játék elsőre érdekesnek tűnt, úgyhogy rábólintottam. És ez a játék eredeti. Ez az első, ami eszembe jut róla, mert az kétségtelen, hogy van mögötte ötlet, méghozzá nagyon is különleges ötlet. Mert nem egy példát láttunk már külföldön, és sajnos idehaza is arra, hogy pont az eredetiség, pont az ötlet hiányzott egy játékból. Helyette csak leporoltak valami régit, és egy tetszetős külsővel újra kiadták. Itt erről szó sincs, ez az egész átalakulási folyamat nem csak tematikailag lehet érdekes, de a játékot is dinamikussá teszi, és úgy ad neki mélységet, hogy közben két oldalas a szabálykönyve. És ezzel a kombinációval, már mint az egyszerű szabályok, de mégis komoly mélységet tartalmazó játékmenet kombinációjával tudja azt elérni, hogy egy kezdő számára is tudjon élvezetet nyújtani, de egy tapasztalt, hasonló abstrakt játékokon edződött gamernek is kihívást jelentsen. Mert a karbomorfózist könnyű ugyan megérteni, de szerintem jóval nehezebb valóban átlátni. Nekem már 3-4 lépéssel előre gondolkodni is megerőthető volt, pedig abszolút zéró szerencsefaktorral rendelkezik a játék. Egyedül egy dolog nem volt tiszta, pedig az, hogy megnézhetjük-e az épp levenni kívánt bábú alatti mezőt, hogy hogyan hatna ránk, hogyha odalépnénk, ezt érdemes lenne pontosítani a szabályban, mert ezen azért sok múlhat. Viszont ennek a játéknak van negatív oldala is, és ez az alkatrészminőség, és most ezt elsősorban a bábukra értem, mert bár jó vastagok nem nehéz megfogni őket, de azért érdemes lett volna jobban odafigyelni erre a részére, mert sem a doboz, sem a bábuk, sem a játékszabály nem hozza az elvárt piaci átlagot. És bár ezt most negatívumként említem, viszont itt jön a képbe az az egyébként fontos információ, hogy ez egy indifejlesztés, vagyis teljesen garázs projekt az egész, nem áll mögötte egy pénzzel kiadó, ezért bár nem örülök neki, de azért ez árnyalja a képet. Egyébként maga a játék tényleg gyors, mert nekünk is kb. 20 percbe telt egy partit lejátszani, és nekem annak ellenére pozitív az összkép, hogy az ilyen lépésmechanikán alapuló abstrakt játékok nem a kedvenceim, viszont ami nagyon becsülendő dolog, hogy az ötlet az eredeti és ott van mögötte, ami miatt más tud lenni, mint a hasonló játékok. Úgyhogy, akik kedvelik ezt a zsánert, azoknak szerintem ez is be fog jönni, ráadásul a tábla is négy részből modulárisan állítható össze, és a játékmélység is állítható. Egyedül az átlag alatti komponens minőség egy olyan pont, amire a jövőben mindenképp jobban oda kell figyelni, de ezzel együtt is azt kell mondjam, hogy ha ódákat nem is zengek róla, de ez egy nagyon érdekes és figyelemreméltó munka lett, és követni fogom, hogy milyen játékokkal készül még számunkra a fejlesztője. A karbomorfózis projektjéhez pedig sok sikert kívánok neki a jövőben is, a játékot egyébként a kiadó honlapján, de a hazai kiskereskedelmi forgalomban is megtaláljátok. Remélem, hogy tetszett ez a rész, hogyha igen, akkor kérlek jelezd ezt egy lájkkal és feliratkozással odalent, Facebookon is megtalálsz, és köszönöm a megtisztelő figyelmedet!